A Paksi FC játékosai mindent beleadva tréningeznek a szabadban. 6-7 hetes kényszerpihenő után térhettek vissza a pályára a közös edzések. 2 hete kezdték meg a kiscsoportos munkát, a kormány május 4-től engedélyezte a teljes csapatos edzéseket. 3. napon egy vírusteszten esett át mindenki, mindenkinél mindent rendben találtak. Ha elkezdődik a bajnokság, heti 2-szer fogják tesztelni a csapatot és a vezetést, valamint a találkozók előtt is koronavírus tesztet kell végezni minden játékoson és a velük érintkezőkön. Március közepén játszotta utolsó bajnokiát a Paks, akkor Újpesten 1-1-es döntetlen született. A Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos honlapján jelentette be, május 30-án a 26. fordulóval folytatódik a pontvadászat az első osztályban. A vírus miatti kényszerpihenő sem telt tétlenül a játékosok számára. A stáb nagyon profin kezelte ezt a helyzetet, ő személyre szabott edzésprogramot írt elő minden játékosnak, és ugye ezt nyomon tudták követni a GPS segítségével, hogy mindenki elvégezze ezt a munkát, és az első edzés, ami 2 héttel ezelőtt volt, akkor egy felméréssel indítottuk, és az bizonyította, hogy igenis mindenki valamilyen szinten azért szinten tudta tartani magát. Mondanom se kell, nagyon hiányzott mindenkinek a futball, mert hiába készültünk egyénileg, azért az teljesen más. Úgy érzem, mindenki nagyon nagy elánnal vetette bele magát a munkába, és mindenki nagyon várja már a szezon kezdetet. Nagyon nehéz 8 meccs vár ránk, de úgy gondolom, hogy egy nagyon jó felkészüléssel elérhetjük a céljainkat. 6 hetes pihenő volt, a játékosok egyéni edzéstervet kaptak otthonra. Amikor visszajöttek, akkor mérlegeltünk is, illetve használunk egy katapult rendszert, ami gyakorlatilag megmutatja, hogy ők milyen állapotban vannak. Tehát olyan állapotban jöttek vissza, amilyenben én szerettem volna, tehát megvan az alapálló képességük megvolt, illetve a táplálkozásukra figyeltek, mert a kilójuk is rendben volt. Fáradtak már a játékosok, tehát egy igazi terhelést kaptak a 2 hét alatt. Ugye a 3. hét lenne a csúcsterhelés, és akkor júniusi rajta, vagy a májusira, május végére, arra szerintem készen fogunk állni, és akkor gyakorlatilag az 5 hetes felkészülésnek elég kell lenni ahhoz, hogy erőbe jók legyünk. Az edzőmeccseket azért nehéz szervezni itt a járványhelyzet miatt, az hiányzik, hiányozni fognak azért a több edzőmeccs. A 10. helyen vagyunk, ugye ugyanannyi pontunk van, mint az Zalaegerszegnek. 1 pont előz meg minket a Debrecen és az Újpest. Gyakorlatilag 6. helytől mindenki veszélyben van, mert ugye 3-1 meccsre van a 6. hely is. Alapvetően nehéz sorozatba menjünk bele, mert az első 3 csapattal játszunk most. A Videótonnal, a Mezőkövesdel, a Fradival, illetve menjünk Zalaegerszegre és a Kaposvárra. Most a sors pikantériája az, hogy tavaly 5 meccsből 12 pontot szereztünk ellenük, és pont 4-szer nem is kaptunk gólt, tehát csak a Fradidó kaptunk ki, meg egy gólt, de ez nem valószínű, hogy ez így lesz, az egy nagyon jó szériánk volt, bár megosztott az, hogy novemberben, decemberben voltak meccsek, és ugye januárban kezdődött újra a Fradi, Zalaegerszeg, Kaposvár, úgyhogy van miben bízni, elégedett lennék most jelenleg ebbe az 5 meccsből 7 ponttal is. A sorsolás szerint május 30-án a 26. fordulóban a Fehérvár FC gárdáját fogadja a Fehérvári úti stadionban a Paksi FC, mégpedig este 9 órakor. Az összecsapások zárt kapuk mögött zajlanak majd, de az egyik sportcsatorna minden egyes bajnokit élőben közvetít, így a Paksi meccset is. Az MLS elnökségének döntése értelmében a bajnokság a tervek szerint június végéig befejeződik.